Bercse Ágnes, a Művelődési Ház munkatársa elmondta, törekednek arra, hogy minden kedden más és más feladatokat adjanak a táborozóknak. Most például a Tóth István Zsolt a madarakról, a ház körül élő madarakról tart egy előadást. Sok játék van, betélkedő, ezen már túl vagyunk, még kézműveskedünk, meg egy kis bábszínházat is megpróbálunk. Ma, mivel madarakról van előadás, ilyen pálcikára egy madár figurát színeztek a gyerekek és ragasztottak. Volt egy erdőbe sétáltunk, akkor ilyen különböző feladatokat kellett teljesíteni, ezek elsősorban mozgásos játékok voltak, mászni, Lábujjhegyen menni, guggolni, magokat összeszedni. Az előadás után lesz a bábszínház, utána még egy két kézművesség lesz, az egyik egy csákó, amiben egy madártollat tűzhetnek, és kimennek a gyerekek az előadás után a párakapuhoz, és el vannak dugva a tollak, azt kell megtalálni, és utána jönnek vissza, és dolgoznak tovább. Hát ebbe az évben csináltuk ezt először, ez a harmadik alkalom. Nagyon meleg, szerintem sokan strandon is vannak, most 6 gyermek van. Remélem, hogy egyre jobban elterjed. Most is mondták, hogy hát legközelebb hozzák a szomszédot is, úgyhogy talán több gyerek lesz a következő alkalmakkal. Jövő héten a Kovács Gábor zenész. Ő fog zenével kapcsolatosan hangszerkészítésbe segít a gyerekeknek. Ezzel kapcsolatos lesz. És akkor azzal kapcsolatosan keresünk játékokat, meg mozgást. Tóna Tál TV-ben láttuk ezt a kezdeményezést, és úgy gondoltuk, hogy egy hasznos időeltöltés, és most így másfél óra után vettük észre, hogy igenis, nagyon jó ötlet volt, hogy eljöttünk. Nagyon-nagyon jó, meglepően jól érzik magukat, de hozzá kell tenni, hogy kimagaslónak értékeljük itten a honnéninek a munkáját, nagyon jól koordinálja a gyerekeknek itt az eseményeket sorba. Nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert mi is, mind öreg szülők, már otthon kezdünk kifogyni a dolgokból, ha már most kezdődött a nyár, vagy a nyár közepénél tartunk, de ez egy kicsit másabb, mint egy sima óvodai hétköznap.